szabó. Rájtottam egy. Szakumpak, díszebb leesesget cicsájba, hogy ez köszi. Hat. Szép. De ott van még egy, nem? Balra fut le. Mekkora fejes kapott a jó is. Then. Ah! There it is. Oh, there it is. Oh, up! Oh, light him up! Light him up! There's another one. Oh! There we go. Can he connect? That's one. Oh, he has no right left. Can he connect on his next shot? Oh. Look at this! Oh. Kills. Just talking about. Sorry. Oh my god! Mi csinálhatok ezek? Jó, megvannak. Még egy, még egy. Hal. Oh my god. Egy hal. Kettő hal. Három hal. Az ég. Hát tök még. Tudnak. Hal. Tápim. Hal, Sanyika. Úristen! Létezik ilyen? Fut el! Merre, balra? Sziasztok, közben halli mindenkinek! Oh! 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 Oh!
Det var lilla. Ja. Na hely, hosszavasztok, Kali, mindenkinek itt is van egy lobby kép. Na, ú, pont vártam, hogy majd hát, aki jön a habci, nem jött ki, tehát majd itt figyelni kell a némításra. Na, mi újság, kinek, hogy telt a hétvégéje? Valaki követett, ugye Instán, meg az Instastorikat olvasgatta, láthattátok, hogy mi bicajozni voltunk Balatonon, rettentő mód szétszakad a combom, nagyon durán izomlázom van. De hát, mondjuk azt, hogy amúgy kellemes, mert legalább tudom, hogy hasznos volt, meg jó volt, 80 kilométert bicajoztunk, ugye tettünk egy ilyen kelet-balatonkört, ez egy 80 kilométer kompozás nélkül, mondjuk az a kompozás is igazából az 2 kilométer, tehát mindegy, Siófok fele balra indultunk el, komposztunk, és utána jöttünk igazából végig, egyszer megálltunk fagyizni, meg egyszer beültünk kajálni, és amikor beülsz kajálni 60 km után, és utána még egyszer fel kell ülnöd a biciklire, na hát az hát nem egy kellemes érzés, az ott igazán fájt a combomnak is, meg a fenekemnek is, tehát ez a, ahhoz képest, hogy ilyen szilikon párna van a bicajomon, szétnyomt a fenekem, tehát igen, ez konkrétan többször el kell menni biciklizni, hogy hozzászokjon a tested, meg a feneked a párnához, és akkor nincs ezzel baj. Hát most így mi gondoltunk egy nagyot, és úgy volt, hogy akkor oké, elindulunk, aztán belevágtunk, de megcsináltuk, tehát tök jó volt, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-an, 7-en voltunk, és jó volt, nagyon élveztük. Na, viszont mai nap visszatértünk, amúgy igen, sokat barnultam, tehát ha valaki itt látja, hogy valaki írta, mi ez streamre egyre sötétebb vagyok, hát igen, barnább, sötétebb, ki hogy hívja, yes. És engem nagyon gyorsan, hál' Isten, megkap a napocska, tök jól gyorsan megszerzem a barna címemet, aztán ezt tök könnyen igazából meg is tudom így tartani.
közben. Nagyon szépen köszi Kézi a 22. hónapot. Hajrá, hajrá. Nagyon szépen köszi itt a Bari Hype-ot, meg a Bari Spam-et. Köszi szépen. Azok mindjárt 2 év. 2 hónap is már 2 éves a Bari tagságod. Nagyon szépen köszi a támogatást. Te már beszerezted a dropokat, Dominik? Very nice. Na igen, pont most akarok erről beszélni, hogy dropok. Pörög egy kis PUBG streamol, a Twitch dropok vannak, gyertek. Hát most éppen Insta story közepette. Akartam még itt kiposztolni, amíg nem indult el a stream. Ez gyors itt. Weblink, TW, Enter, azzal bemásolja a linket, Dan, megosztás. Ez péntek óta van, ez az event. Péntek, szombat, vasárnap, és ma hajnal 2-ig tart. Viszont én ugye péntek, szombaton nem voltam itt, mert nem tudtam streamelni, meg voltam, más volt a program. Tehát most így az utolsó nap, utolsó óráiban úgy voltam vele, hogy akkor mindenki tudjon róla, akkor én is még gyorsan megcsinálom, mert kaptam ilyen lehetőséget. Ami mondom, annyit akar, hogy Twitch dropok vannak. A felkérte infóparancsot, hogyha beírjátok, az a bejön egy link, ott meg tudjátok nézni, hogy mi a pontos menete. A pontos menete, az várjátok mutatom, mert hát nem biztos, hogy olyan egyszerű mindenkinek. Hát itt van, hogy a Twitch-et kell nézni, és akkor ezt a Solerito Racing módba tudsz a PUBG partnerekkel játszani, és igazából annyi a lényege, hogy ugye van ez a versenyzői mód, mi PUBG partnerek tudunk külön custom game-et csinálni, és akkor abba tudtok játszani velünk. Van ilyen tinted biker szemüveg, meg full boosted t-shirt. Ezeket tudjátok megszerezni. Annyi a lényeg, hogy fél órát kell nézni az egyikért, a szemüvegért, és fél órát kell nézni a másikért. Tehát igazából, hogy egy órát nézed a streamet, akkor már ez megvan nektek. Most, hogy hogyan tudod ezt megcsinálni, a PUBG-s accountodba be kell lépni, és ott kell a Twitch fiókodat hozzáadni. Bónusz, support, vagy partner selecting. Ja, ez meg igen, ez meg a bónusz az, hogy ugye már a PUBG weboldalra beléptél, ott van ilyen partner programod, be tudod állítani, hogy ki a kedvenc streamered, és ha játékon belül veszel valamit, akkor abból kap az a streamer plusz bevételt. Mondjuk ezt nem tudom, hogy ez miért írják ide be, mert ennek semmi köze nincs a Twitch dropokhoz. Tehát fél órát kell nézni, először megkapod a szemüveget, utána megkapod a pólót, és akkor a Twitch UI-on tudod majd ezt unlockolni, tehát valószínűleg ott fog neked bejönni, és akkor itt vannak a partnerek, akik megkapták ezt. Tehát nem az összes partner kapta meg, de mindegy, mi itt vagyunk, hogy Blind Plays, és ez nálam elérhető. Mindjárt megnézem, hogy másnál kinél van, még itt Cucunál, még itt van, Creator Tag. Cucunak nincs Creator Tagje? Hát az hogy lehet? Az érdekes, na mindegy. Tehát nálam van, Cucunál van, aki magyar. És most nézem, Jónásnál is van 3, Suisen 4. Tehát 4 magyar PUBG partner van, akinél tudtátok ezeket a dropokat szerezni, és itt van az összes több, hogy kiknél elérhető még a sztori. Ennyi igazából, közösen csinálunk custom game-eket, aztán nyomatjuk. Jó, ez bezár, ha bárkinek kell az infóparancsol, ezt még ugyanúgy elő tudja hozni, és akkor szerintem 1-1.5, nagyon max 2 órát fogunk PUBG-zni, és akkor utána meg ugye van ez a Ratchet & Clank PS5-re, most jelent meg ez a játék. Ehhez is kaptam kódot, és még ezzel se játszottam, tehát ezt is megnézzük és belevágunk, hogy milyen az a játék. Jó, Chrome-ot bezárjuk, a Steam-et bezárjuk, valami bug ez a volt itt, és elindítjuk újra. Jó, sokkal én meg a PUBG-t elindítom majd újra, aztán nyomatjuk itt a dolgokat. Na, közben visszaolvasom a chatet, igen. Akkor ezért nem voltál a versenyen? Nem, a versenyen teljesen mások miatt nem voltam. Azért nem voltam a versenyen, mert amikor lesz a döntő, akkor esküvőre vagyunk hivatalosak, tehát a döntőn nem tudnék részt venni, ezért nem velem regisztrált be a csapat, hanem egy másik line-up-al. Ennyi. Sziasztok, szia, Bály, köszi az infót, be is szerzem itt nálad a cuccokat? Na, szuper! Tehát igazából nem kell bejönnötök játszani a custom game-re, elég csak nézni a Twitch-en keresztül ugye a streamet, de be is jöttek ugye játszani, ha akartok, és akkor így közösen tudunk játszani custom game-et. Nem néztem én meg, hogy milyen beállítási funkciók vannak, vagy meg hogy hány fő, meg ilyenek, úgyhogy működik, de mindjárt megnézzük. LOL-ba szóban véletlen felmérték Diamond 2-be? Hát ennél rosszabb híred ne legyen enkonsa. Very nice, GG. Az azért elég jó. Azt elég jól megtoltad. Jó, akkor hangunk van, PUBG. Itt van, átváltjuk a gamefűre. Itt van, hogy hogyan érzed, milyen a 12.1-es update. Itt van, hát ez nem tudom milyen szed, de szerintem nem ezt tudjuk megszerezni. Több mint tudom, szerintem nem azt tudjuk megszerezni. Vegyünk ide a custom game-be,
rámegyünk, hogy csinálunk egy hat racing mód, nincsen, de ezt valószínűleg amúgy a PUBG partnerek miatt rakták be. Van egy default setting, crossbow mód, van weapon wonder. Ezek szerintem itt nem javárom visszarakta normálra. Van default settings, unique racing mode gameplay settings, first person squad to cross the finish line wins. Players can select their weapon and again, squad. Tehát az egyik akkor a solo gondolom a default, a squad a másik, jó. Amúgy Epiken a Discord Nitro ingyenes? Igen, valami van. Még nem jártam utána. Mira már TPP, max player 20, akkor az nem sok, jó. A szerver neve Blightblaze. Ahogy ott látjátok fönt, az a szerver neve is, és ez a jelszó is. Hát most Ctrl-C, Ctrl-V-t nyomtam, B-L-Y-Y-Y-P-L-A-Y-S. Jó, Ctrl-C, Ctrl-V-ztem, remélem egy space nem rakott a végére. Ha igen, akkor egy space van a végén. Racing mode squad, mira már TPP, jó. Itt van, kész van a szerver. Ugye 5 csapat van, 20 ember, hát a chatre is beírom a szerver nevét, meg elszavát, hogyha valakinek kellene. Jó, várom az embereket, hogy gyertek befele, addig olvasom vissza itt a dolgot. Szia, nem laj. Ezt ilyen Soma Artifex-em. Ugye Dominik, aztán Zero, Sátó, szia neked is, aztán szia Bence, igen, itt volt Vikó is, beszerzi a cuccokat, ugye a E-Hunter volt az első, aki írt a chatre. Igen, azt is megválaszoltuk, szia Domen, Bálint, Vattacukker, GGL, mikor lesz játék a Tigrissel? Hát Jani két éve nem PUBG-zik, tehát nem hiszem, hogy nagyon lesz vele játék mostanában. Igen, 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 igen. Jó, ez megvan. Na, Dominik és nem Laj. Akkor ahogy látom, egy squad lesz, akkor mindenki szólóba fog játszani, és akkor 3 csapat lesz. Jó öreg Dominik, mindig ott van, mindenhol. Erre Dominikot megfogom, átrakom oda. Úgy, na. Hát ha ötén összejövünk az 5 különböző csapat, hát 2 versenyt le kell, hogy toljunk, srácok, mert az, ami 2 verseny nem biztos, hogy meg lesz 1 óra. Mindegy, 1 órát mindenképp akarok ezt streamelni. TPP, FPP nincs ebben? Nincs. Ez csak külső nézetes, kocsis külső nézetes sztori. Itt annyira más ez a mód, hogy itt más a járműnek a fizikája. Mi azt jelenti, hogy teljesen más, hogy gyorsul a kocsi, és itt nem tudom, itt valahogy teljesen másképp csinálták meg a kocsikat, meg a járműveket, mert itt nem úgy működik, ahogy működnie kellene. Ez a mód pontosan mit fedel? Ez egy autóversenyzős mód, racing mód, mindjárt megmutatunk, mindjárt megyünk egy kört. Csak megvárom, hogy még 2 ember bejön, hogy legalább 5 csapat meglegyen, és akkor úgy nyomjuk. Ez a Csalmádi, Hadgeli, szia Levi, neked is. Itt van Kézi, 4. csapat. Ennyire még igazából szólót is indíthattam volna. De nem baj, az 1 órát ugye le akarom tolni, hogy legalább ha valaki itt van és meg akarja szerezni ezt a 2 dropot, akkor meg tudja szerezni. Na, First Mephisto is megérkezett. Na, itt vagyunk 5-en. Ezt most gyorsan elindítom így, hogy lássátok, hogy milyen ez a mód. X-Vid közben pont beért mellém, nem baj, vagyunk 6-an. És akkor addigra hátra a kövi kásztümre többen leszünk, mert ez a 6, ez így. Ahhoz képest, hogy 20, azt hittem gyorsan be fog tenni, de igazából 86-an vagyunk. Vagy őszintén nem szeretek vasárnap este 8 után streamet indítani, mert mindenki már néz valami streamert, és lehet, hogy észre se veszi, meg nem is kap értesítést, hogy streamelek. Tehát az a baj, hogyha nem kezded el időben mondhatni, akkor utána a Twitch már azt mondja, hogy jó van, akkor te már nem is vagy annyira értékes. Az a baj, nincs lefrissítve a PUBG, és az itteni betárcsázós nette, mire lejönne? Nem egy sátó. Ez ilyen sajnos. Ábrélni kell ezt az internetet valahogy. Mit is kell csinálni? Ez egy autóversenyzős mód, végig kell menni a pályán, a checkpontokba bemenni, és ennyi. Nincs most a reggel 6-kor kezdeni. Hát hidd el, reggel 6-kor kezdenénk, az azért kemény lenne. Na nézzük. Két hét is meg lesz az optikai. Very nice, királyság. Na, tehát ez egy autóversenyzős mód, ki tudsz választani. 5 féle jármű van. Van ez a motor, F8-at, ha legnyomjátok, akkor vissza tudjátok hozni ezt a menüt. Van buggy, ugye ez a coupé, dirt bike, és mirádó. Mindegyikre rámész, másik a fegyver, amit ugye kapsz. Más a sebessége, más a
hát teherbírása vagy sebezhetősége, még más a gíred itt. Kettes gír, egyes gír, kettes gír, bagival hármas gír, itt meg a motoron egyes gír. Ugye mindegyik motornak megvan, hogy milyen gyors, és akkor igazából ennyi. A lényeg, hogy ki kell választani egy kocsit, és akkor azzal mész. Nézzük. Hát ez egyes gír, menjünk, a pagi az lassú, de tudok vele lövöldözni keményen, meg hármas gírbe vagyok. Viszont cserébe nagyon lassú. Mirado az nagyon tankos. Nagyon Mirado jó ez. És akkor ott van, hogy 1.50 és indul is az első menet. És itt ugye, ó, viszont belső nézetre be tudsz váltani, hogyha ugye már úgy vagy. Tehát csak TPP-t tudsz kreálni, hogy TPP legyen, de aztán ugye be tudsz jönni belső nézetbe. Na nézzük, igen. Legyen a középső? Hát, mégis a középső is lehet, az a kúpi, az ugye a leg... Nem, az a leggyorsabb. Az a baj, nem értem, hogyha valamire rákattintasz, miért zárja be az ablakot. És az a kúpi, az ugyanilyen, mint a Mirado. Igazából full ugyanaz. Kúpi meg a Mirado, az ugyanaz. Csak nem értem, hogy miért zárja be ezt az ablakot, ha rákattintok. Az lenne az értelmes, hogy össze tudnád hasonlítani a statokat, de valamiért lecsukja, és mindig újra meg kell nyitnod. Ezt itt picit elrontották, de hát ezek már csak ilyen mellékes dolgok. Nézzük. Mivel kell lőni? A kocsiból úgy tudsz lőni, hogy a jobb klikket nyomod le, azt meg csak úgy tudod beállítani, hogyha a key bindingsba bejössz, és ez nem az ADS-re van a jobb klik, hanem a imper ADS, ezt be kell tenni a jobb klikre. És így tudsz lőni a kocsiból a jobb klikkel. Ennyire egyszerűen nézzük, fél perc van. És kettőféle pálya van ezen a Miramáron, ahogy elindul, látni fogod a pályát, vannak checkpontok, azokba kell majd belemenni. Vannak boostok, amiket fel tudsz szedni, és van fegyverhez lőszer, amit fel tudsz szedni. És akkor ezeket, hogyha felszedted, akkor onnantól kezdve tudod használni a fegyódat, meg tudsz boostot nyomni pluszba. És igazából ennyi a sztori. Szia Geoffrey, halihali. Szia Hegyi Gall. Na nézzük, és onnan indul a menet 4 másodperc múlva. Mire már Death Race. Na figyeljetek, és itt vagyunk, baloldalt. Baloldalt mutatja, hogy ki az első. És akkor hajrá. Ott van. A motorosok ugye a leggyorsabbak, ők már száguldoznak is előre. Van belső nézet is. Lehet, hogy belső nézetbe kéne nyomni. Hát, külsőbe nem tudom. Nyomjuk így most belső nézetbe. Valaki felvette a izét, pisztoly. Lőszert. Én még nem szedtem föl semmit. Boostokat szedem, a lőszert pont kihagytam. És van 3 lőszerem, na figyeld. Hát nem. Megint van 3 lőszerünk. Itt valaki berobbant. Nem reloadolta be. First kill meg is van. Egy megvan. X-Feed velem van, mi ugye elsők vagyunk mind a ketten, egymást nem bántjuk. Jaj, hát egymást nem bántjuk, ő azért kiforgat, meg felborít. Jaj. Csak ott van egy kocsi. Ezt kapta. PUBG? Igen, ez PUBG. Na, azt már kérdeztem, hogy mi fordított így ki engem. Motor? Motor az ilyen keményen kifordít. Ez jót robbant. Tehát ez PUBG, PUBG-n belül van ilyen mód, igen. Hát én már nem tudom, hányszor találtam itt az előttem lévőt, de nagyon nem akar meghalni. Ki van velem? Nem tudom. Ő enemy. Nagyon bánt. Motoros kellett volna eltalálni. Hát egy HP-n van, valószínűleg mindjárt. Itt valaki borult egyet. Ó, kajak bejött elém. Neki kéne menni, hogy
felboruljon, vagy valami legyen. 25 per 27. X-Fit beért, ő nyerte, meg második lett Dominik. Vagy várj, hogy vagyunk? 25 per 27, ja. Na, és akkor itt, ahogy valaki beér, utána egy perc van, hogy a többiek is beérjenek. És igazából, ahogy látom, be is ért mindenki. És hát erre még jött. Ja, nem, ott még jön valaki. És igazából ennyi. X-Fit lett az első, Dominik második, én a harmadik, nem a negyedik. Mephisto pedig az ötödik. És azt hiszem így be is ért mindenki. És ilyenkor, tehát ugye itt van ez a két pálya, ahogy láthatjátok. Ezt a lenti karikát mentünk most, de néha úgy adja be a játék, akkor meg ez van. Ez ugye hosszabb egy picit. Na, ez volt igazából egy meccs. Na nézzük. Nemrég töltöttem le a Twitch-et, és nem ez a nevem, csak valahogy ez jött ki, szólítsatok csak már. Hát Hegyi Gal, nagyon egyszerű, jobb felső sorokba bemész a Twitch settingsre, beállítások és át tudod nevezni magad. Közben Mr. Szotyi, köszi a 10. hónapot, sziasztok, és Skyrunner neked is köszi a 9. hónapot, nagyon szépen köszi nektek is itt a támogatás bombát, köszi szépen. 4-szerre startoltál? Ahhoz képest a motor, az akkor elég jól megy. Én, engem ugye egyszer X-Fit kiforgatott, pedig hát a csapattársa voltam. Én azért nem lettem így első, de nem baj. Megyünk majd még egy másikat, itt van a meccs eredmény, mindenkinek az ideje itt van. Dominika egyszer értünk be. Amla is itt, very nice. Jó. Na ez volt a bemutató, és akkor most jöhet az éles, meg hát akkor többen leszünk erre. Let's go, akkor csinálunk. Nálad nem szólt arra, hogy de nálad is együtt voltunk, mert hát... De mindegy, lényegtelen, nincs jelentősége. Ez csak bemutató mód volt. Oké, csinálunk egyet, Racing Mode, ugye csak mira már van, TPP Squad, és akkor itt van Blind Place Control V, jelszó Control V, ugyanaz a szerver jelszó, ami itt a neve, tehát Blind Place nagybetű a 3Y-nal, oké. Mennyi a max emberszám? Hát 20. Egy csapatban 4 játékos és 5 csapat. Ja, hogy nálad nem forgatták ki? Ja, hogy arra? Nem tudom, valahogy nagyon durán kifordult, farolt a kocsim, nem tudom, mi történt, de ott nekem nagyon megvadult. Még mindig itt a parancs? Melyik parancs? 3 új moderátorunk lett. Hát az ott van, igen. Az még ott van. Sziasztok, bár megkérdeztem, hogy a moderátor ülöp kiavítás, amikor lesz készen. Ja, Szabi, az már régen kész van. Az már régen kész van. Csak nem válaszoltam egyesével mindenkinek, hanem gondoltam, már nézzétek a streamet, akkor ezt úgyis látjátok, meg tudjátok. Na, közben srácok, van egy újabb custom. Ugyanez a versenyzői mód, szokásos szervernév jelszó, gyertek, és akkor tudunk nyomni egy olyat, hogy nem csak 5-en vagyunk, hanem 7-en. Ez is már haladás, plusz 2 ember. Gyertek, kem-kem. Szia, mester, hali-hali. Bocsánat a csúnya szavakért. Nem tudom, Csalamádé, de az ilyeneket nyugodtan megtarthatod magadba, az ilyeneket nem nagyon kell ide beírni a csetre, főleg, hogyha nem tudod rendesen megfogalmazni. Na nézzük, tehát itt úgy vannak, hogy itt vannak csapatok, és a csapattársad az ugye veled van. Általában itt az a lényeg, hogy a csapatodból legyen egy ember, aki először beír, a másik három meg segítsen neki a többieket kilőni vagy felrobbantani. Ennyi igazából itt a titka ennek, hogy itt közösen kell dolgozni. Szia Blay, honnan fogod tudni, hogy megkaptad a pólót? Hát ha egy órán keresztül nézed a streamet, úgyhogy be van állítva a PUBG-s weboldalon a Twitch-et hozzá van adva, akkor a Twitch értesítés fog jönni neked, hogy megkaptad a droppot, és akkor az majd valószínűleg ugye a játékodba is bejön. De ott van a felkérhető info parancs, ott van egy PUBG-s weboldal, oda felmész, ott mindent leír pontosan, amit kell csinálni, hogy meglegyen. És azért mondom, hogy ezért akarok inkább másfél órát, max. 2 órát nyomatni ezzel a móddal, hogy biztos mindenki megkapja. Értesítés kapsz róla, itt van a játékban is megkapod. Igen. Félhetre már azt hitted, IRL pólóról van szó. Hát jó lenne, hogy IRL pólót tudnál kapni a szuper ellen. Na srácok, még egy ember jöjjön be, és akkor meg leszünk 10, és akkor pont minden csapatban 2 játékos lesz. Még egy embert megvárok, aztán indítom is, gyertek. Na sok ott van Szeró név, Blay Please, jelszó Blay Please. Közben a moderátoroknak mondom, hogy az info parancs, az ki volt kapcsolva, azt visszakapcsoltam, és az about-ról leszettem az aliasokat, mert az infoparancsot azt másra is szoktam használni, aztán az infoparancsal az about-os cuccok jöttek be, az meg ugyannyira nem volt jó. Milyen póló? Hát PUBG-ben egy póló, meg egy napszemüveg, azt hiszem.
Az, hogy hogy néz ki, azt nem tudom megmutatni, mert a PUBG amúgy arról pont nem rakott ki képet, hogy mit tudtok megszerezni, de mondom, egy órát, ha nézed a streamet, akkor megkapod mindkettőt örökre, tehát majd mindjárt kiderül, csak még egy ember jöjjön be, de nem jön be senki, akkor én leszek egyedül, a többiek meg ketten, és akkor nyomjuk így 9-en. És akkor a köbbi meccsben meg majd megint többen leszünk. Na, Jasmin Bajánkon, csak mondom, mint info, hogy én is bizergáltam picit. Kifújom az orrom egy pillanat. Hát szerintem sikeresen meg... Van olyan szó, hogy megfázítottam magam? Tehát szerintem én magamat betegítettem meg. Beálltam a forró zuhany alá, aztán annyira meleg volt, hogy akkor jól mondom, jéghideg vízzel lecsapattam magam. Tehát forró víz után jéghideg vizet nyomattam magamra, és szerintem én megfáztam. Tehát így konkrétan megfázítottam magam. Szerintem ilyen szó nincsen, de... Ezt magamnak köszönhetem. Tehát így, ja, folyik az orra. Majd nem tudom, lehet, hogy a biciózás során valami poros dolgot így beszívogattam az orromon keresztül, aztán valami allergiás tudsz, nem tudom, de mai nap szerintem már nem fújtam el 40 zsepit egyet se. Na, újra itt vagyunk. Mentünk egyet a QP-val. Most át kéne váltani. Melyik motor? Ez a motor, ez mit tud nekünk? F8. Nagyon gyors, egyes gír. Soti. Nagyon könnyen kilőhető. Ez egy picit jobban bírja, de nem olyan gyors. Akkor menjünk ezzel. Azt, amilyen szaltókat nyomnak itt az emberek. Hát mondjuk Viku, igen, az jogos, de én nem tudom, mi van, de nagyon. Nagyon folyik az orrom. Elú, tudsz valamit, mikor jön az új passz, vagy egyáltalán lesz? Csincsilla, biztosan lesz új passz. Az, hogy mikor jön, az egy nagyon jó kérdés. Szerintem a mostani még nem ért véget, ahogy az véget ér, valószínűleg utána fog jönni. Az oldalhoz van link? Hát attól függ, milyen oldalhoz, de amúgy valószínűleg mindenhez van. Milyen érzés, szinte újra megtanulni a játékot? Jó érzés, nekem tetszik. Én elvezem az új kihívásokat. Köszi, búvár. Tehát zeróver. Milyen oldalhoz szeretnél linket, attól függ. Ha az infóparancsot beírod, ott meg tudod nézni, hogy hogyan tudod megszerezni a Twitch droppokat. Ha már bicózás, most másfél hétig nem lesz kocsú, úgyhogy kitaláltad, hogy bicóval fogsz bejárni melóba? Napi majdnem 60 km? Az nagyon profi. Az nagyon jó. Tartsd meg ezt a jó szokásat. Kedvencem, amikor snowboardozni vagyunk, szóval után ki a hóba. Igen, azt mi is csináltuk, de... Az én kis testem az... Nem tudom azért... Úgy vagyok valahogy szerintem... Nekem mindig is van elég sok bajom, és több mint valószínű, hogy kis pollen és cuccokat beszívtam meg alapból, és én nem azt mondom, hogy én fázósabb típus vagyok. Az infóparancs az rövid óval van, zeróver, sorry, parancsban rövid óval van betáplálva. De Enkona most még itt vagy, aliaszhoz az infóparancsnakhoz a hosszú ós verziót, ha hozzáadod, azt megköszönöm. És akkor jó lesz. Ha valaki még nem snowboardozott, akkor mondom nektek, hogy a snowboard az szerintem az egyik legjobb téli extrém sport. Síján én sose síjáltam, én egyből snowboardozással kezdtem. Engem Jennyék vittek bele, mert az ő családja az nyomatja ezt a snowboardos bizniszt, de nagyon jó, nagyon imádtam. Az első egy hét az abból állt, hogy keltem, feküdtem, full illazöld foltos voltam, és az utolsó nap tudtam már egy picit menni, és mikor rá egy évre mentünk még egyszer, na az volt az, hogy akkor megint az első három nap, hogy újra felidézzem az emlékeket, és akkor most már így, azt hiszem 3-4, talán már 5 éve járunk évente egyszer snowboardozni, most van az, hogy most már maga biztosan minden tök jól megy, le a szűzhóba is kimegyünk, ilyen erdős részre tök jó, és most már tényleg tök jól tudom élvezni. Viszont várjátok, mert itt újabb meccs van, na hajrá! Na itt. Nyomni kell mindent is. Jaj. Az a durva, hogy nagyon fura vagy ilyen más az irányítása az itteni járműveknek, mint a sima PUBG-ben.
Hoppa. Ú, pedig nagyon kapta. Bár ki is legyen. Jaj. Bocsi, Jesse. Jó. Jaj. Jaj, ez itt nekem halál. Nagyot kell ugratni, hogy jó legyen. Nincs sok HP-m, ez necces lesz. Nagyon kilőttek. Na, tedd le azt az első kereket, mert nem látok itt semmit. Hallod? Ez is annyira nem munkás fölfele néz. Jó, ez egy jó robbantás volt. Ó, ötödik helyen vagyok, ez annyira nem jó. Úgy bele kell húznom. Ez a baj, headshotival innen a világ végre nem lesz jó. Lehet egy kis boostot fel kéne venni, hogy jobb legyen a sztori. Jó. Ennyi hitet kapott. Hát ez... Ó, Dominik motorja is megvan. Hogy vagyunk? Merre megy a pálya? Balra. Úgy boostom. 22 per 27 a checkpoint, mindjárt beérnek a többiek, ha úgy látszik negyedik leszek. Jó, azt, hogy hol vagyok, azt nem tudom konkrétan. Valami nagyon izé trükköket nyomok. Na. Nem engedett lőni, még a végén akartam trükközni, hogy picit lövöldözök, de már nem engedte. Na, a negyedik erre bejöttünk, very nice. Fú. Nem egyszerű, nem la és kézi, ahhoz képest azt írták itt a cseten, első alkalom, ne számítsunk tőlük sokra, ahhoz képest lazán az első két helyezést elhozták. Very nice, GG. Közben nézzük csak, lemaradtam egy picit a cseten. I just claim tinted biker shades, thanks for the drops by. Na ez megvan, na látjátok srácok, ennyi, a Twitch chat is mutatja, hogy megszereztétek a dropot, yes. Na nézzük, közben igen. A snoot okos bulit adnám. Hát Viko, az biztos, hogy nagyon jó buli. De az igen, az pont nem a borzásról szól, de ja. Igen. Jó. Mire megnyitottad az oldalt, Artifacts-en már megcsinálta, nem is. Igen. Sélyessel kezdtünk 7 évesen bordozni, 5 éves. 5 éve tanultam meg, azóta csak az megy. Ja, szerintem is a... Mártok, ja, ugye a harmadik lettem. Bronz, mert ugye nem le is kéz, ugye egy csapatban vannak ők, azt úgy vitték el. Very nice, na. GG. Na nyomunk akkor még. Még szerintem kettőt nyomunk, és akkor pont hát egy órás lesz kb. A stream, mindenki megszerezte a dolgot, de meglátjuk, ha még akartok, mi nyomatunk egy párat. A célba értek. Ha beértek a célba amúgy, ahogy érnek be az emberek a célba, még le tudjátok lőni? Nem tudjátok. Vagy le tudjátok? Tehát te bentről a kintiket le tudod lőni. Az mondjuk azért elég kemény, hogy épp hogy csak begurulsz, és akkor utána, akik beérnek, azokat még pont lövöldözöd. Na, erre nem is gondoltam. Az nagyon gonosz. De mondjuk... Nem rossz. Na, nézzük. Nem úgy scrimezni vagyunk, hanem csinálunk egy új szerót. Blind Place a szeró név. Blind Place a jelszó. Most csinálunk egy szólósat, hogy mindenki egymás ellen van. Megnézzük, hogy ez úgy milyen. Na, lehet, megnézem azt, hogy egy settingsben miket tudok állítgatni. Hát gondoltam, túljárok a játék eszén, de itt nincs semmi plusz extra beállítás, amit tudnék nézni, tehát az marad így. Jó. Kés. Na, ez köszi, ez jó info, ezt nem is tudtam. Itt a szerver neve meg a jelszó. Gyertek, csatlakozzatok, ha szeretnétek ilyen kis kocsis játékot játszani. Most mai nap csak ilyen kásztümök lesznek, utána a PS5-özni fogunk. Igen, én is kettőt lőttem le. Ekris meg Box is csinálta. Látok, mit picit lemaradtam itt. Nézőjáték? Igen, ez nézőjáték most. Yes, Ekris most itt van. De ez előbb is itt volt, csak vak voltam. Ne szórakozzatok velem. Mert Rekont láttam, hogy itt van. Beállok én is ide a többiekhez.
Ja, ez most nézőjáték, tudtok jönni, gyertek, hogyha szeretnétek. Vagy mondom, egy órát nézitek a streamet, akkor tudtok droppot szerezni pluszba. Azt majd azért megnézném, hogy milyen póló meg szemüveg. Én sem tudom, de hát bízom benne, hogy azért jól néz ki. És most ez legalább örökre megmarad, nem úgy van, hogy mit tudom én, csak 5 napig csúnyák is hali-hali. Nem. Tegnap játszottak boxsal és célból lövöldözték le az embereket. Ja, hogy úgy csinálták tegnap. Ja, értem. Hát ők akkor már szvágják ezt a taktikát. Akkor olyan fegyver kell, ami nem az én... mi volt az? Nem az én shortim, nem ami másmilyen fegyver kell. Szerintem kocsiba kéne nyomni. És akkor úgy jó lenne. Köszi, Bla, hogy itt vagy, és gyártad a jobb tartalmakat. Na, hát Shadow Papa, én köszi, hogy itt vagy, és köszi a kedveszőket. Fiat Bravo, a fekete Discord parancs az egybe van, azt a space-t, aki törőd, úgy jó lesz. Boon, a jelszó az Blyprise, ugyanaz, mint a szerver neve. Ha bejelentettem a nyereményjátékos oldalra, akkor csak az élőt kell nézned, és ennyi. Hát, hogyha felmentél a PUBG-s weboldalra, hozzáadod a Twitch-es fiókodat, akkor ha nézed a streamet egy órán keresztül, akkor megkapod a dolgokat, igen. Na, Sátónak is megvan már az első drop, a fél óra, és akkor neki is megvan a második. Na, megint 9-en vagyunk, viszont most 9 solo playerünk van. Kérek szépen, 2 percet várunk, 47-kor elindítom. Neked 75%-a van a drop, very nice, akkor az is hamarosan megvan, az első része gondolom. Közben Chris GG nektek, jól nyomtátok, jól nyomtátok. Nézted a highlightomat? Néztem, jó volt, tetszett. Jóféle lövések voltak benne. A YouTube videó címedbe én mondjuk ilyen plusz ilyen imótokat beledobnék, én nagyon ilyen imótos vagyok. Nem is kell tüzeket, de szerintem az emberek jobban felfigyelnek az olyan stream címekre, amikben vannak ilyen imótok, vagy nem tudom. De amúgy jó volt, nagyon. Jó kis lövések vannak benne, extrém szerint. Azt tudni. Sőt, srácok, hogyha valaki meg szeretne nézni Ekrisnek a highlight videóját, azt a Grind Most csatorna is megosztott a Facebookon, vagy Ekrisnek a Facebook oldalát, ha megkeresitek, vagy Ekrisnek a YouTube csatornáját. Felkérte a 2021 legjobb lövések? Na, az meg micsoda? Olyan még nincsen szerintem. Jesse, az majd az 2022 év elején, ha beírod, akkor lesz már olyan parancs. Na, srácok, 12-en vagyunk, 47-kor indítjuk, az még egy perc, addig egy kis hidratálás, csak következően megint eltelt úgy egy óra, hogy mondjuk vizet ígyatok is. És csak azért értem, hogy YouTube videó név legyen. Ja, hát lesz majd, mindenképp lesz majd. Ilyen év összefoglaló videó, az éneket szeretem meg, Redline is nyomatja ezeket. Na, viszont itt vagyunk 12-en, az szuper. Na, let's go, start. Mondjuk egy csobáltási parancs nincsen. Na, nézzük, tegyék meg a tétjeiket, ki kire fogad. Ó, még Penki közben gyorsan beért, szerencséd van, mert pont indítottam. Na nézzük, 13 szóló játékos. Így lehet, hogy izgalmasabb lesz, hogy mindenki szóló, mindenki lő mindenkit. Megkris, ez az, na vártok, megnézem. Köszi, hogy nézi játékot, épp unatkoztál. Na, akkor a lehető legjobbkor érkeztél. Kérlek szépen, ez a videó, az köszi, nem laj. Ez pontosan az. Ez a Krisnek a videója, igen. Nyugodtan nézitek meg ti is, srácok, kommentbe mehetnek a hashtag grindmore. Kommentek lehet spamálni a Tekrisnek a YouTube csatornáján, igen. Rekonra teszed minden vagyonod? Jó, az előbb ki is nyertem úgy. Basszus, az előbb nem figyeltem, hogy kik nyertek, ott nem néztem meg a tabellát, vagy ha megnéztem, akkor lehet, hogy meg kihagy az agyam, és nem emlékszek rá. Hát erre kíváncsi vagyok. All in Recon egyszer, aztán jöhetsz még? Hát ebben a meccsben már nem tudsz jönni, mert ezt már elindítottam, de a következőben tudsz majd jönni. Aztán, igen. Jó, hogy kézi meg nem lajja. Az volt az előző? Igen, az volt az előző, tényleg. Azt hittem azóta már még egy eltelt, de akkor az még nem telt el. Jó, akkor arra még emlékeztem, csak azt hittem, hogy már azóta még egy lement. Na, várjátok, ez a moci nem volt jó, mert ez a moci shotgun van, az meg nem jó. Ezt a motort kell használni, mert ezen olyan piszon, amit tudsz lőni messzibre is. Jó, motorbike ezzel nyomik most. Szia Mednek, szevasztok meg mindenkinek, szia Peti neked is. Amúgy Zoli, te is tudsz jönni erre a custom game-re. Profi vezetési technikádat meg tudod mutatni. Ez úgyse kell semmi extra PUBG update-et letölteni, mert hát valószínűleg úgyis le van töltve neked. Aztán a fail grind mode itt lesz. Szia Fortnite fan, hali-hali.
Hát Escher az van, csak nem indítottam el, de most, hogy beírtátok a paragrafot, azt is elindítom, mert az nem lett elindítva. Na, el is indítottam egy Escher csatát is közben. Questek. Melózok, közben nézed a profikat. Very nice. Get 5 assist with armor unit. Oké, okay, az más. Kampány. Armor unit és 5 assist kell. Jó. Lerakjuk ezt, maybe. Jó, maga rakjam. Hát, lerakjuk ide. Várjatok közben, igen. Na nézzük. Wikivid. Nem olyan jó. Virtus Pro most a legjobb. Én nem figyeltem, én csak láttam, hogy elkezdődik. Jó kis Batu Tactics működik, hát ő elég prónyomja. Múltkor láttalában, de nem akartnak zavarni egy közös képereik? Hát Peti, nyugodtan, ha úgy van, nyugodtan zavarhatsz, azon nem újam. Ki tudja, hogy mikor lesz rá megint legközelebb lehetőséged. Sima szólójáték is lesz? A mai nap nem lesz sima szólójáték, mai nap csak ez a custom mód lesz, mert ez most van egy Twitch drop hozzá, aztán amíg van ilyen lehetőséged, így kihasználjuk, mert ezt lehet, hogy ki fogják venni. A solo mód az meg benne lesz legközelebb is, tehát azt tudunk máskor is csinálni. Most néztem egy kis videót, nem semmi emberekkel játszol? Igen, én is tudom, Minato. Köszi a polót, képzeld, ma kipróbált fel a gokartot, jóféle. Jaja. A gokart az jó IRL. Én is voltam már többször, az elég jó. Ezt tudja Dominik? Igen, itt van Dominik. Itt sok ismerős outfitet láthattok. Na, eltogadunk egy kis hangot a játékra. Igen, itt nyomadták a burpiket, pörgött itt minden. De igen, amúgy srácok, ugye most megy ugye a PCS 4, lehet, hogy majd én is fogok közvetíteni pár meccset, mert ugye mondtam, hogy két darab ilyen PCS 4-es csomagom van, amit ki tudok majd sorsolni köztetek. Na ezt nem mondjátok komolyan, hogy én vagyok az utolsó hely. Nem baj, utolsókban lesznek az elsők, mit szóltak hozzá? Utolsókban lesznek az elsők, és... itt be... az utolsó hely a legjobb, kérem szépen. Láttátok ezt a csodás előzést? Leghátulról. Kapi. Az aim az nem volt a legjobb. Ez nagy dodge skill volt. Új! Az öreg Dominik lepottyant. Na, első hely megvan, akkor ezt most már csak tartani kell. Ezt már csak elrontani lehet. Felszedjük a boostot. De mi az, hogy felszedem a boostot, és nincs boostom? Na most ez vagy azért van, mert ez a kocsi nem tud boostolni, mert ugye motor, és hogy nagyon gyors, vagy azért van, mert nem veszem fel őket. Ez már lehet, hogy nincsen amúgy alapból. Jaj, az amúgy nagyon jó lett volna. Hát, hogy fel kéne vennem ezeket, és akkor nem tudnak lőni rám. Ja, a mocin szerintem nincsen boost. Őket én kirobbantam, hogy ne robbantsanak föl. Mikor is sem lövöldözik 8 kilométerrel. Méghozzá jól is lövöldözik. Az a baj, egyszer kilő, akkor ott véget érne a dal nekem. Lehet, hogy hátrafel azt kellett volna kilőnöm. De izgalmak vannak itt, kérem szépen. Mondom, hogy utolsókból lesznek az elsők. Itt 3 töltény, nem olyan sok. Ott is van a Victoria. Hát, 0 múlval. Gigi! Hát nincs több lőszerem. Nem tudok tovább lövöldözni. Mondtam én, utolsóban lesznek az elsők, ez működött. Nice. Dominik kapta, egy killem lett. Az is aranyat ért, mert illetve megnyertük. Jó, ez tetszett.
Na akkor ez a meta, hogy az Uchuha-ra kell indulni? Ez egy elég... Várjátok, itt valaki... Jól láttam, hogy berobbant. Wow! Lövik az embereket a izé kapu előtt, az mondjuk jó. Na, üljétek le! Azaz, Odin meg lehet direkt ide beállt, hogy bele ki lehessen őt lőni. Na, ez egész akciódús lett itt a végére. Ez jó volt. 3-2-1, ott még egy player beérhetett volna, de nem ért be. Very nice, let's go. GG. Na, mehet még egy. Na, nézzük. Elvileg ez most itt véget ért. 2:19. Mi lehet a legjobb idő ezen a pályán vajon? Tudjátok esetleg, hogy kinek van a legjobb ideje a pályán? Ez a 2:19. Hát mai napnak lehet, hogy ez a legjobb ideje, de itt azért több hibám is volt, tehát ezt valószínűleg amúgy meg lehet előzni simán. Jó, 2:19, ezt kell megdönteni. Na, csinálom még egy párat. Custom mode, create, by place, igen, racing, igen, mehet is. Get the next. Rikon a motorházatodra indult, ez jól összerakta a játék akkor. Neked? Nagyon nem akar ez venni, nem neked való. Hát Jesse, várj, kocsit, taktikát, fegyvert, külső nézet, belső nézet. Gyakorolni kell, aztán ráérzel. Az elején én is szerintem csomószor utolsó lettem, de most már ráéreztem, most már egy fokkal jobban megy. A játszott srácok az Blind Please, ugyanaz, ami a szerver neved, de küldtem a chatre is azért. Onnan ki tudjátok másolni, szeretnétek. Tehát a mai nap sima játék nem lesz, csak ezek a racing módok, és egy igazából a sztori. Közben megy az SR csata is, oda akartok kis katonákat lepakolni, az is van. Na, 14/20 alakul, lassan meteg lesz. PUBG-zok végig? Nem, lesz majd PS5-ös játék is, de az a stream címe benne van, azt érdemes néha elolvasni. Tenki, háromszor lőtt le. Na, hát akkor Penki kinézett téged targetnek, hogy csak téged fog vadászni. Na, lehetek 14/20. Hat játékos összejön még vajon? Nem tudom, addig kifújom az orromat. Bőrbe. Ó, már esküszöm, úgy fáj az orrom, mert olyan szinten sebes, hogy csak na. A sok orrfújástól. Hatszor haltál meg? Na, az mondjuk kemény. Közben madzag, sajnos kik, hogy bannoljalak, egy másik névvel várlak vissza. És amúgy, hát még fél óráig biztos, hogy lesz PUBG, tehát még ki tudod farmolni a Twitch droppokat. Azért, mert kibannoltalak, még tudod nézni a streamet, valószínűleg úgyis megkapod a droppot, csak a chatre nem tudsz írni. Ha átírtad a neved, jobb felső sarokba kattints a nevedre, beállítások, írj át a neved, kérj egy bankkérelmet, csak lesz nem rólad. Ez minden, de nem GG? Hát Dominik az előbb. Összejöttek a dolgok, most nem, majd a köpibe, most újra összejön. Na, 11/20, akkor indítjuk így, aztán majd jönnek a következőbe, ha még akar jönni valaki. Na nézzük, ez az érkezési sorrend. Most nézzük, itt az első helyen vagyok, és ha megint utoljára dob be, akkor lehet ezen matekozni, hogy akik ott vannak elől, azokat rakja hátulra, vagy lehet, hogy ez full random, nem tudom. Labelló az orrni is hasznos, én szoktam, amikor rengeteget kell fújni az orrod. Na hát, olyat még sose csináltam. Frissítesz és jössz is? Jó, szuper! Mire lejön a frissítés kövig, már tudsz megyenni szerintem. Szia Viktor, Hali. Milyen találékony neveket tudnak adni maguknak bizonyos emberek? Igen. Hát van, ahol ez elfogadott és normális és nevetnek rajta. Én úgy vagyok ezekkel, hogy ezeket inkább tiltom. Igen, Káféreg is így határeset a nevével, az annyira nem feltétlen csúnya szó, de mondjuk azt sem Alexebb mondjuk, ja. Na nézzük. Úgy tudjunk, hogy 54 perce megy a stream, 1 óra kell ahhoz, hogy megkapjátok a droppokat. Szerintem akkor ilyen másfél órát fogunk streamen, és akkor biztos, hogy mindenki megkapja azt a Twitch droppot, amit kinézett magának. Ha valaki mondja, hogy még kell neki egy kis idő, akkor még azt mondja, lehet, hogy pluszban megvárjuk, mert igazából nincs jelentőség, hogy most meddig PUBG-zünk. Mivel most vannak droppok, lehet, hogy most max még picit tovább nyom, hogy mindenki tényleg megszerezze.
Vágy, mivel te elég jól értesz a sportot, szerintem ezért megkérdezem tőled. És én is nagyon sován vagyok, bármilyen vitamint, étvágygerjesztőt veszek, nem segít, étvágya sincs, de amikor van, akkor sem ízok van. Valami tipped? Hát várjátok, mi valószínű fiatal vagy. És több mint valószínű azért, mert fiatal vagy. Ezért van az, hogy... Fereg, nem féreg, azért itt vagy itt. Ugye az ékezet meg a nem ékezet az... Ha valaki azt írja, hogy anyad, az úgyis tudja mindenki, hogy mit jelent, tehát részben értem, de igen, igen, azt mondom, azért mondom, hogy az még határeset. Tehát, ja, megvan mind a két rap. Na, azt elég gyorsan összehoztod akkor, ezt itt nálam szerezted? 55 perc alatt ilyen gyorsan összejött volna? Várjál, 21 éves vagy, és 50 kiló se. Hát akkor itt több probléma is lehet szerintem. Mondjuk a 21 az már mondjuk annyira nem fiatal, de... Én annyit tudok neked mondani, hogy kezdj el edzeni. Ahogy elkezdesz edzeni, valószínűleg meg fog jönni az étvágyad is, és hogy elkezdesz súllyal edzeni, akkor te mint valószínűleg egy pici izom is rá fog jönni, az izom meg ugye annak van súlya, ahogy elkezdesz edzeni, az olyan az egészséges étkezés, többet fogsz kajálni, tehát ennyit tudok neked mondani. 22 vagy 52 kiló, jó, de te lány vagy, egy férfi esetében az más. Vagy nem tudom, váljatok mi, lehet, hogy te is lány vagy, de akkor meg ugye annyira nem kell hízni, mert ez teljesen jó. De a lányoknál érted, ez jó. Egy férfinál nem biztos, hogy ez a legegészségesebb, hogyha valaki ilyen súlyban van 21 évesen. Tehát igen, a srácoknál meg a hölgyeknél azért más a kiló, másképp kell nézni. Tehát igazából ennyit tudok neked mondani, hogy kezdj el egy személyedzőhöz járni, és ő neked megmondja azt, hogy mit edzél, milyen súlyokkal mozogjál, hogy mozogjál, mit egyél, és ide be fog az indulni ez a hízás sztori. Ha most nagyon fiatal lettél volna, mit tudom, 4-5 évvel fiatalban, akkor azt mondtam volna, hogy ezzel nincsen semmi baj. Mondjuk a 21, még azzal nincsen semmi baj, tehát érted. Ha eddig nem edzettél, meg nem csináltál ilyen dolgokat, akkor igazából nincs ez a baj. Tehát ennyit tudok neked javasolni, hogy ezt próbáld ki, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül a sztori, de igen, ez attól függ, hogy hány centi vagy, mert érted, lehet 160 centi vagy kisnövésű vagy, és akkor az megint más, mint hogyha 2 méteres vagy. Tehát itt több dolgot kellene ehhez tudni. Benne vagyok még a grindmódra? Persze, miért ne lennék? Sziasztok, szép estét mindenkinek! Hát köszi Árpik, ez most nem csirke vagy sisvadászat, ez most kocsikázós vadászat. Az öregek is. Hát ilyen 30 centi. Hajtva neki. Na várjatok, első helyről indulok, akkor valószínűleg van összefüggés, hogy a PUBG-be hogy hova állsz be, nem? Vagy most csak random szerencsém volt és oda dobott be. Na várjatok, hiába van boost, amit felborítanak a legelején. Hopp, 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 itt a kocsik jobbra-balra fordulnak ki, itt vannak frontális ütközések, ott valaki elrepült. Milyen izék vannak itt? Ú, de neki mennék, de akkor azzal az a baj, hogy magamat is leszivatnám. Oh. Na nézzük. Jaj, milyen ugratások vannak itt. Hát lőszer kellene, maradjunk annyiba. Az, amit nem szabad hibáznom egyszer sem, mert ha egyszer hibázok, szerintem az leves. Akkor az offos lesz, viszont én nem találok lőszert. Csak boostot ad a játék, azt megnyomom, de olyan, mintha nem haladna vele, de nem baj. Most nagyon fókuszálok, hogy hiba nélkül menjek, ami hát majdnem itt kudarcba fulladt, még jó vagyok. Ez most a hosszabb pálya, ez most a másik pálya, ez a nehezebb. Már az másikat, amit kezdtem pont megszokni, na már de most mi történik velem? Ez meg egyből bedobja a nehezebb pályarészt. Ah, valaki átugratott? Jobbra, mekkora elkerült. Na nézzük, persze. Dudálgatunk. Na, ó, hát ez a kocsi, ez a lehető legrosszabb ide, hát ez nem megy ez a kocsi. Motorral lehet csak nyerni. Kocsival nagyon, nagyon nézkes a nyerés. Ott kapott valaki egy nagyot. Az mondjuk kemény volt. Az mondjuk egy keményebb lövés volt. Az a durva, hogy nem látom az embereket a izétől.
Jaj. Ez olyan, mint hogy gránát lenne. A hátrafelé nem tudok lőni. Hanyadik vagyok. Hatodik. Jó. Jaj, ki fog most kifordítani kit? Hát ő engem. Ú, szépen belettem ott szorítva. Azon átment? Ne, hát az 20-astól nem látok semmit. Kifogytunk. Kicsi rövidítő. Azt nem tudom berobbantani. Ötödik helyre bejöttem, ahogy kimondtam, már be is előztek. Ajjaj, nem egyszerű. Hoppá, forfangoszt is megkaptam már a droppokat. Very nice, very nice. Hatodik hely. Nyomni kell neki. A boostot. Tehát annyi boostom, mint a fene, de nem értem, hogy ez boostolna bármit is. Őszert felkapunk. Hét. Valaki már beért. Na itt két embert is megelőztetek? Negyedik hely nekem. Hanyadik? Nem látok a füsttől semmit. Ó, ez így nem lesz, mert nem fogom tudni lelőni. Négy lőszer. Hogy lelőttem őket itt a célba? Ők nem értek még be. Ők még nem értek be. Nekik ott újra kell jönni. A PUBG ropoknál az összes ökkentot össze kell kötni? A PUBG ökkentodat kell csak a Twitch-el, ennyi igazából. Ennyi kell csak. Hú, ez jó volt. Na várjatok. Fiú vagyok, külülmunkát végzett 150 centi személyedzővel, az a baj, egy kicsit drága lenne neked, elkezdened egyedül, de nem tudok tervet. Hát akkor meg a YouTube videókat kell nézni, hogy milyen a saját testős dolgokat tudsz csinálni. Azért ajánlom a személyi edzőt neked, mert súlyjal kell edzened, hogy hízzel, hogy szép nagy izmod legyen. A saját testsúlyjal soha nem tudsz olyan eredményt elérni, mint amikor súlyzós edzést csinálsz. Tehát, ja, de ez a másik pálya, 349. Tehát mindenképp el kellene menned valami terembe, és akkor olyan személyjegyzőt keresni, vagy csoportos órára elmenni, ami akkor ezek szerint olcsóbb, és ugye ki tudod fizetni. Azért kell az edző, hogy ne csinálj butaságot, amivel megsérülsz, amivel ártasz magadnak. Tehát mindenképp ez... Tehát vannak dolgok, amiért nem érdemes fizetni. Cigi. Hát most az alkohol, van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem. Én azt mondom, hogy a cigi alkohol helyett, ha te egészséges kajákat veszel, meg a sportolásodat fizeted, az teljesen jó. Tehát vannak olyan dolgok, amiért nem érdemes spórolni. Tehát az egészségeden ne spóroljál soha. Mert az a legfontosabb, amit szerintem csinált az ember, hogy az egészségét megőrizze. A vitaminok, az edzés, az edzőeszköz, egy személyedzőt kifizetni, egy masszázsra elmenni, ezek mind működnek és fontosak egy ember életében. Nem tudod összekötni Twitch-el, mert hogy link a platform, please. Hát Jancsi, van egy felkeltő infóparancs, ott van egy weboldal, oda, hogyha fölmész, akkor ott látnod kellene. Hát valószínű, nem tudom, hogy hova van neked a PUBG. Ha a Steam-es PUBG van meg, akkor azzal közd össze, hogyha konzolon, akkor meg azzal van közd össze. De az, hogy konzolra működik, azt én nem tudom. Tehát azon a felkértén info, amit beírtál parancs, azon a weboldal mindent meg kéne, hogy oldj, ami azt jelenti, hogy leír mindent, ami fontos, hogy lehet konzolról is dropot szerezni. Mert abban nem vagyok biztos, hogy ezt nem láttam. Masszást azért ne soroljuk ezek közé? Hát azért mondtam, mert az a sporthoz hozzátartozik egy masszőr, hogy rendbe tartsd a testedet, de igen, valószínűleg az nem az a legfontosabb, az ott azért a sor végén van, de azért az se érdemes elanyagolni, hogyha valaki azért helyesen akar
ugye, csinálni ezt a dolgokat. Na nézzük, elsőre nyertél? Very nice, GG. Ez jó munka. Akkor érted, miért nem tudod, neked soha sincs meg a PUBG. Ja, értem, Jancsi. Hát, ha nincs meg a PUBG, akkor nem tudsz hova dropot szerezni, mert az a lényeg, hogy legyen meg. Asszony, masször, csak mondod, ez itt a reklámhelye. Na, hát Viku, akkor úgy látszik, arany életed van. Az azért elég menő. Igen, Jancsi, hogyha nincs meg a PUBG, akkor nem tudsz hova dropot szerezni, mert ugye ez a PUBG ezt tudná dropot szerezni. Recontrol, pedig velem ki kellem, persze, hol van Recon? Jaj, Recon, ez csak téged vadász? Te vagy a main target? Let's go. Ekris berakjuk az első helyre, Recon az utolsó helyre. És én beállok Recon mellé, majd ellátom a baját. Na nézzük, jó kis error? Megvárunk, Dominik, gyere vissza. Na, közben ahogy látom, jönnek az üzenetek, hogy claimeltétek a Twitch dropokat. Jó. Van, akinek már megvan a második is, van, akinek még csak az első, mondom, akkor még szerintem két ilyen meccset lenyomunk. Nyomunk egy szólót, meg azután csinálunk egy ilyen nevét, egy squadot, és akkor szerintem mi meg is lesz. Nem értünk be miatt. Láttam, hogy lemaradtatok. Meg kell keresni, melyik Recon, és akkor Recont kell vadászni. Srácok, aki Recont lelövi, kap egy subgiftet, jó? Csak szólok. Aki Recont megöli, kap egy subgiftet. Recon, nem tudom, melyik gírbe vagy. Piros egybe ruha, Ekris már meg is mondta. Aki Recont lelövi, kap egy subgiftet, jó? Hajrá. Ez a challenge. Recon fizeti? Nem. Én intézem, én fizetem. A kill feedet nézzétek, jegyezzétek ki az, aki Recon megölte. Recon, neked meg elsőnek kell lenni, tehát Ekris, kapsz egy meglepetést, Recon berakjuk ide melléd, hogy ő is az elejéről induljon. Sőt, nem, akkor Ekris berakjuk ide hátulra, Recon berakjuk előre. Amúgy lehet, hogy ennek semmi köze a milyen nevéhez, hogy ki honnan fog indulni, Recon berakjuk az első szlopba, hogy ennyi egérutat kapjon. A játszósrácok az mindig live, please. Ami a szerver neve, az a jelszó is. Jó, 13-an vagyunk, Viktor még bejön, és akkor megy. Mindenki, aki lelövi, vagy csak egy? Hát aki lelövi, az kap subgiftet. Aki lelövi. Na nézzük. Let's go. Itt van Viktor, be is ért. Mehet. 14-20. Na hajrá. Készüljetek, mert kezdődik a rekonvadászat. Ez a rekonvadászat meccs, srácok, jó? Még egyszer mondom, aki rekont lelövi, kap egy subgiftet. Na hajrá. És a kill feedet figyeljétek. Recon, hajrá, nyom meg a legnagyobb tankkal, gyere nekem. Na, a kis motorral. Na, szívesen Tiger, neked is gyűlik ott a póló is megvan, azt hiszem. Akkor ez már nem is tudom, hanyadik vagy, aki megkapta itt a gíreket. De helyes, nyomjuk még tovább, hogy mindenki megszerezze a Twitch dropokat. Ha már egyszer van ilyen lehetőség, akkor használjuk ki rendesen. Jó. Hát ki kellett volna ugrani a mosdóba, de... Hát mondjuk most van még idő, úgyis két perc még, amíg ez betöltő. Egy szekés hőkvált. Na nézzük, egész gyorsan visszatértünk, van még 110 másodperc, jó. Melyik kocsival mentem az előbb? Valami kocsival mentem, és nem volt annyira jó. Menjünk ezzel a motorral most inkább. Na, és ki is találtam közben a következő challenge-et, hogy mi lesz a következő challenge ezután. Ezt meghagyom későbbre, ezt még nem lövöm le. A következő ugye squad lesz, de majd én elmondom, hogy milyen squad. Mivel lett más, F8. Nyomjatok F8-et, és akkor újra bejön ez a panel.
valamit leokéztatok véletlen. F8-szal be tudjátok hozni. Na, közben várjatok chat. Azt írtátok, hogy igen. Ha jót akarsz a csatornának, első indítsd a kocsit, motort. Ja, nem baj. Én ezt intézem. Jól hallottam, hogy a PUBG partnerek július 10-én kapnak Tiger Mapot Early-ben? Nem tudom, Jesse, jól hallottad ezt, de hogyha ezt hallottad, akkor az valószínűleg úgy van. Én nem hallottam még erről, hogy lenne ilyen. Legalább lesz valami skinem, kövi nézőre, és nem az alapulóba fogsz szaladozni. Na, very nice. Ja, tényleg igen, mert ha nézed a streamet, úgyis megvan. Ekris, úgyis killök az első kanyarba, csak a szokásos. Miről oldaltam? Igen, lehet már, igen, azt megválaszoltam. Jó, a kövi challenge is jó lesz. Na, itt van Recon a gyönyörű piros szettjébe. Hát én adom neki a boostot. Hajrá. Előre gratulálok, Recon, meg tudod csinálni. Halál nélkül. Recont kell boostolni. Így kell motorral nyomni. Beülsz? Ja nem, pont hogy kocsival kell menned, mert a motorba gyorsan kilőnek. Dirtbike-kal menjek? Nem megyek azzal, mert azon shorty van, az meg nem egy jó fegyver. Inkább megyek ezzel. Az a dirtbike, azon már nyomtam, az annyira nem jött be. A fegyója nem jó. Nagyon közel kell menni, hogy le tud lőni a másikat. Pisztoly. Azt a milyen egykezes fekvő támasz. Hallod, az olyan durva. Szia Levi, szavaszok alá mindenkinek. Na, készen álltok? Na figyeljetek, 5, 4, 3, 2, 1, mira már Death Race, let's go! Na hol van a piros ruha? Mindenki keresi a piros ruhát, én már meg is találtam! Egy kúpéban ül! Na mehet a vadászat! Na mehet a vadászat, let's go! Lehetőleg első... Hoppá! Hoppá! Hoppá, 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 hoppá! Itt a dolgok történnek, amiket... Na jó, persze. Na, piros ruhás, barát. Recon lehet még első indul direkt. Na, ez a sátó, very nice. Ott valakit ne remélem, nagyon ellöktem. Na, ott a... az ott Recon volt, ott valami... Piros ruhás... Jó, hét, hogy szeresz? Ja, az ugrató. Ugrató már szerzett lövést. Nézzétek a kill feedet majd! Recont vadásszátok, ne engem! Hol vannak a lőszerek? Hát nincs sehol lőszer. Na, mondjuk ide jó lenne. Nem akarok, mi be? Látogató van a házba, be? Ajjaj. Itt a Recon barát! Na gyere csak ide! A Recont, ha én ölöm meg, akkor nekem jár a subgift. Már mondjuk nem volt szó. Hogy fékez még. Nagyon profi nyomja. Hát csak egy kis lőszert, Recon. Hagyjál nekem is, ne vidd el. A következő az lehet, hogy még ennél is jobb. Két kerek közé stunt. Na, lőszer. Az, jajjajjaj. Recon, nagy a baj. Recon bácsi, nagy a baj. Hopp, az első hitet már meg is kapta valakitől. Ott van. Jaj. Ne! Nem én vettem fel a lőszert, pedig mind a kettő lovas Recon is. Opa! Jajaj! Nem kapja. Jaj! Jaj! Ne! Kéne lőszer! Kell... Ne! Készik a lőszerem! A másik az mi a lőszer, az boost. Csak a motornál az nincs boost. Time to peak. Nem ölték még meg Recont, jól láttam? Hoppá! Ott ez a lőszer lett volna, ha fel tudtam volna venni. Ekris megölte, nem lajt. Hú, egy HP-sak vagyunk. Itt van Recon barát előtte. Na! És Recon kilőtt engem. Na jó! Olyan... Olyan nincs. Pedig én akartam kiülni Recont. Hát igen. Amót nem tudok lootolni. Na Recon még nem ölte meg senki? Na ő Recon barát? Ő nem Recon barát. Van lőszer. Somogyi Dominikot, ott egy kicsi lőszer. Mi ezt nem vettük föl? Hát még hangot is adott ki. Jó, akkor itt leszünk fel lőszert. Játék. Ne bánts! Nem bántjuk a másikat. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Hogy elment a checkpoint mellett, szegény. Mehet is most visszafele.
Na gyere! Szóltok, ha látjátok a Rekon halálát. Én most már nem tudom figyelni, lemaradtam picit. Ahogy látom, már van, aki beérkezett. Rekon, hallod, Rekonnak ez már a harmadik ilyen minimum. De Rekon még, ahogy látom, nem vadásszal le senki. Én vagyok az utolsó, nem már. Gondoltam, én majd lelövök mindenkit. Rekon, Ekrist lelőtte Rekont! Ekrisi a subgift. Na ne! Na-na. Gondoltam, bevárom, majd lelövöm. Na, még meg lehet. Nem hiszem el. És véget ért, lejárt az idő. Na nézzük, Ekris volt, csak egy ember ölte meg Rekont, és az Ekris, ugye? Ekris barát, mutasd a neved. Ez GG. Jól láttam, srácok, hogy egyem csak Ekris ölte meg Rekont? Jól láttam, várjátok, cancel. Igen, itt vannak, hogy kikértek be. Jesse ugye ő volt az első. Ekris 4-4, Rekon 4-15, igen. És nem levárt. Az öreg. Na, Ekrisi a szám. Hát akkor egy nyertesünk van, ez pedig nem más, mint Ekris. Akkor várjatok, itt le kell altabolnom egyet. Ekris nevét lekattintjuk. Igen. És akkor gift a szab. Oké. Okay. Jó. Egy hónap. Ott is van. PayPalról mehet. Ott is van. Hát ez easy peasy Ekrisnek. Levadászta. Ott is van, very nice. GG. Jó, és én most kitaláltam még egy challenge-et. De ebbe benne kell, hogy legyetek ti is. Na valakinek nem megy a Prime feliratkozásod. Micsoda? Mi az, hogy valaminek nem megy a Prime feliratkozásod? Ez mit jelent, Marabro Jack? Mire gondolsz? Várjatok. GG Ekris. Jó volt, szép volt. Na várjatok. Hát nagyon szívesen, Ekris, szép munka volt. Na, én most, amíg kimentem most abba, gondolkodtam, hogy mit lehetne még kitalálni. Most egy olyat találtam ki, hogy squad, ugye mondtam, hogy lesz egy squad. Az a lényege, hogy én egyedül vagyok, és nektek meg kell állítani azt, hogy én beérkezzek a célbe. Célba. Ha meg tudjátok azt állítani, akkor én adok nektek 5 subgiftet, de ha beérek a célba, akkor ti adtok nekem 5 subgiftet. Ami nem mindenki, hanem úgy. Overrad, amúgy ez nem kell, de az én részem az van. Tehát, hogyha én vagyok, én leszek egyedül. Vártok, azt úgy kéne megcsinálni akkor, hogy be tudjuk venni 16 főre, így. 16 fő. Nem lehet levenni 16 főre, várjatok. Akkor mindegy, marad 20. De én legyek egyedül, az a lényeg. Na, tehát az a lényeg, hogy ha meg tudjátok eltűnni az, hogy én beérjek a célba, akkor adok 5 subgiftet nektek. És akkor mindegy, nincs másik verzió, ez a challenge, jó? Na nézzük, Marbro Jack nem engedő, hogy feliratkozz? Hát először nyomj egy F5-öt, aztán másodjára töröld ki a sütiket, aztán harmadjára meg próbálja feliratkozásra kattintani, és akkor ott van egy olyan Twitch Prime, vagy azt kattints le, vagy ott meg kéne nézni, hogy mit ír ki. Aztán van egy olyan opció is, hogy várnod kell még vele egy időt, mert lehet, hogy ugye nem mai nap fog lejárni, csak később, vagy valami ilyesmi. Nézzük. Blájén, most nyáron veszek egy Ryzen. Igen. Hát Levente, ezt a procit meg a videókártyát írd be a YouTube-ra, írd mögé, hogy PUBG, és ott lesz róla a videó, hogy hány FPS-sel megy majd a setupod. Nagyon egyszerűen ezt meg tudod nézni. Na nézzük. De hát elvileg Marbózsák, hogyha fizeted meg minden rendben, akkor annak működnie kell. De ha nagyon nem működik, akkor majd Discordon küldjél fotókat, hogy mit ír ki, mi a hiba üzenet, és akkor ránézek, jó? Mi a kód? Sziasztok! Jani, a kód az mindig blind place, de beírtam a chatre neked is nagybetűvel. Ami a szerver neve, az a jelszó is, ami ott van fönt. Na, még 3 embert tudunk befogadni, én egyedül leszek. És ezt meg le kell lokkolni, hogy ne tudjanak a többiek mozogni. Közben SR csatát elindítottam, Tomi meg is nyerte a legtöbb killel, very nice.
Oké, igen, reward mehet. Mehet is tovább a következő SR csata. Minimum grafikán épp, hogy elvöpszem, úgy szerintem is, tehát sok jóra azzal a setup-al, ne számíts, nagyon gyenge ez a videókártya. Hát max még felbontása, még visszaveszett 720p-re, akkor azt mondom, hogy talán valami kijöhet belőle, de aha, igen, az annyira nem extra setup, amit ott össze szeretné rakni, de a semminél jobb, meg lehet, hogy elfut rajta. Nagyon gyenge felbontással, nagyon nagyon képviselpése. Jó, 15-en vagyunk, ez pont jó. Ezt el is indítom, és akkor mondom, az a küldetés, rácok, hogy én vagyok egyedül, és meg kell akadályoznatok mindenkinek, hogy én beérek a célba. Hogyha én nem érek be a célba, akkor 500 giftet kaptok. Neki sof, indul az éjszakás műszak. Hajrá! Nyomassad, csátó, nyomassad. Barátod, 2GB-es videókártyával a laptopon 40 FPS-sel tudott játszani. Na! Hát viszont, hogyha az laptop, akkor a PC-s 2GB-es videókártya ugye annál egy picit erősebb, hát akkor lehet, hogy 40-50-60 FPS ki tud sajtolni belőle a kisebb felbontással. Na nézzük. Na az a lényeg, hogy ne érjek be a célba. Ezt megcsináljátok, akkor 5-szebb giftet kaptok. Na kíváncsi leszek erre a challenge-re, hogy ebből mi lesz. Közben kem végig a 19. napot. 19, hát ez már gombózul, és akkor az tuti. Az tuti, és az már mindjárt 2 év. Az már közelebb van, mint a 2 évhez, mint az 1-hez. Yes, köszi. Megnyerted a szemüveget, mit tudsz vele csinálni? Hát a PUBG-ből fel tudod venni. A PUBG-be tudod használni a skint, és ha tovább nézed még fél órát, akkor a pólót is meg tudod szerezni, és akkor azt is fel tudod rakni. De én még nem tudom, hogy néznek ki, remélem jól néznek ki. Mindenki vegyen QP-t, és blokkolni kell a checkpointokat. Hú, az mondjuk azért kemény lenne, bár nem lesz sokat élet, de hát én neki kíváncsi leszek erre. Hát most ez nagyon extra kérdés, hogy most mit használják, motort, hogy ne is érjenek utol, vagy kocsit, hogy tankos legyek, mint az állat. Ez most nagyon jó kérdés, ezt most írtelni sem tudom. Szerintetek melyik a jobb? A motor és gyorsan elmegyek? Vagy a mirádó, ami tankos és nem tudnak kilőni? Ez most jó kérdés, ezt most még én sem tudom pontosan. Mert ez jó ez a motor, csak nagyon könnyen szétlövik. Ez meg jó tankos. Gyere motor, hamar kiszedjük. Ja, ez a bajom, nekem is, hogy azzal elég hamar kiszedtek. Na, a mirádót meg szétblokkoljátok. Na, jóló, nyomunk egy ilyen kört. Közben Sanka Fikeszi a Tier 2-es 34. hónapot, közel a 3. évben, ez van. Köszi, köszi. Nagyon szépen köszi a támogatást. Let's go. Pöröket a Barzi Spam Sanka Finak. Köszi, köszi. Amiért nem veszi elő a fegyvert? Fallback, nagyon egyszerű, azért mert rosszul van beállítva. Settings-be gyere be. Itt van egy key bindings, és itt az ADS-ről rakd át az Aimper ADS-t, és akkor jó lesz. Hogy választasz? F8-al, az F8-at nyom le, és azzal tudod behozni még egyszer. QP, RB a legjobb, nem? Hát, az gyors, meg tankos. A Mirado az ugyanúgy gyors és tankos. A motor az a leggyorsabb, de nem tankos. Nem tudom, hogy melyik a legjobb. Én most ezzel nyomatom. Szerintem nincsen egy legjobb, mindegyik jó, meg mindegyik működőképes sztori. Na hajrá! Addig itt nyomatunk egy kis táncot, amivel boostoljuk magunkat a menetre. Hát ja, szerintem nincs legjobb, mindegyik jó, és mindegyik működőképes sztori. Közben Tomi, neked is készíti a Tier 2-es 34 hónapot. Sankafival ti összebeszéltetek? Mind a ketten Tier 2, 34 hónap. Én nem tudom, mi történt 34 hónap, de nagyon szépen köszönöm, mert ilyen régóta itt vagytok velem. Nagyon szépen köszi. XXXIV. Hát igen, az öreg. 34 ezredik hónap. Nagyon szépen köszi. Let's go. Dirt bike, senki sem válaszol, nem fogjuk tudni. Kibláj. Hékás! Akkor nagy véletlenül válasszak másikat. Hopp! Vagy hopp, menjünk kúpjával inkább akkor. Beolvadok a tömegbe! Beolvadok a tömegbe, ezek egy sunyiba ledobálom, hogy ne tudjátok, hogy ki vagyok. Valaki felvette, akkor itt fogják lőni! Nem is engem! Ez mekkora bait volt! De ezt most azon hallják a streamen. Nem, nincsen semmi ilyesmi. És akkor gyorsan visszaállítjuk a dirt bike-ra, hogy ne tudják, hogy melyikkel megyek. Na, let's go, hát erre most kíváncsi leszek. Oh, ennél jobb erre nem is indulhattam volna. Hajrá, let's go. Az a kamion hogy érkezett be ide? Ajjaj, vannak bajok, de ez miért egy kerekezik nekem? Jó. Júj.
Miért akar mindig egykerekezni ez a motor? Mi volt volna a kocsi tetére ráérkezek? Ajjaj, na most kezdődnek a bajok. Most kezdődnek a bajok. Ne nyomd a shiftet? Nem nyújtam hozzá. Nem nyúltam hozzá. Az a nagy harc nézett, hogy még hozzá sem nyúltam. Bántanak. Te már nem bántasz tovább, Somogyi, ne haragudj. Ó. Kár, hogy a kerekét nem lehet kilőni. Ezének. A motorra nincs busz amúgy. Úha. Jó. Na, ez nagyon nem volt szép. Ez nagy... Na, enged... Jaj! Ajjaj! Ez nem lesz így egyszerű? Ez nem lesz így egyszerű? Ha itt levárnak engem? Ajjaj! Milyen ammó hadsereg van itt. Azt a levegőbe kilőttem volna, az milyen jó lett volna. Papa! Valaki egész jól lőjött mögöttem. Az öreg Ekris bácsi is kilőtt. Jó, harmadik halál. Nem ügyetlenek ám a többiek, nem ügyetlenek, maradjunk annyiba. Ajjaj, nagyon kapom, legalább a checkpoint megvan. Dodzsolgatunk jobbra-balra. Ajjaj, szevasz! Na hol vagyok, jobbra vagy balra? Hopp, valaki leesett, de hogy? Megnyomta az R betűt? Ja, direkt berobbant elém, hogy a... Ó, nem ügyetlen ám. Nem ügyetlen ám, berobbantotta magát előtten. Na mi lesz a célponton? Jó. Ez valaki nagyon izé kinivágja itt a taxokat. Kiforgatás, kipörgetés. Közben valaki már beért, és már csak egy percen van. Ajjaj, 50 szek. Na mi lesz itt a végén? Mit találtak ki a többiek? Hát az öreg Ekris, nem misszel. Ami aimot bekapcsolt. 44 másodpercünk van, és véget ér a dal. És nincs nagyon lőszerem. Itt valaki, nem tudom, hogy ki ez. Elég rafkósan jól nyomja a dolgokat. Ajaj, 30 másodperc. 25 másodperc, fogy az idő. Jaj, 20 másodperc. Ó. Na most mit csinálunk? Ott van! Megvan! Beértünk 10 másodperccel a vége előtt. Nem lett barikád állítva ide. Hú, azért ez szoros volt. Hát... Sok időm volt, de pont becsúszott. Very nice, let's go, GG. Szép munka volt, srácok, majdnem. Nem volt egyszerű, majdnem jó lett. 3-11, pont becsúsztunk. Ja, hát 8 másodpercen múlott köbbe. Vagy nem tudom én, 10 nagyon max. GG. Na, hát 5. helyre becsúrogtam, very nice. Na, ez jó volt. Ekris, te ilyenkor hol vagy? Ekris, ez szana szétszedett itt a végén, nem tudom, hogy merre jár, de hát itt mögöttem egy szekkel ért be. Rekon is itt volt. Ez jó volt. Na nézzük, Hali, mit lehet kapni a dropból, és mit kell tenni, hogy megkap? Ott van a feketén infóparancs, azt, hogyha beírod, akkor mindent meg tudsz ott találni. Na, volt itt közben hype vonat is, level 1 meg is lett. Very nice, GG. Nagyon szépen köszi nektek. Na nézzük, ez jó volt, ez tetszett. Na, hát akkor mindenki megkapta a droppot? Ezt a bugit még egyszer nem válaszom, csak 88 vagy és 3 lőszert vesz csak fel. Hát szerintem mindegyik 3 lőszert vesz fel, szerintem. Na, oké, és most, hogy mindenki megszerezte a droppot másfél óra alatt, akkor nyomathatjuk a P-sütős játékot. Mind 3-at vesz fel egyszerre, ja, akkor köszi az infót. Nincs meg, valaki azt mondja, nincs meg neki. Na nézzük. Jó, akkor még egy utolsót nyomunk. Egy utolsót nyomunk, hogy még, aki most érkezik, még neki is meglegyen, és akkor ez tényleg az utolsó. Tehát ez az utolsó utáni utolsó. Ennél utolsóbb nem nagyon lesz. Ekris az pro? Hát az nem volt kérdés. Ekris az elég pro. Na ez az utolsó srácok. Ez kb. 20 perc, meg itt nézel egy ideje, akkor valószínűleg pont meg lesz a fél óra, meg lesz az... Mennyit mentünk eddig? Hát sokat amúgy, nem tudom. Mennyit mentünk kb. Szerintem ez már 6.-7. lesz lassan.
De nem tudom, mert nem számoltam pontosan, de ez már sokadik. Hát másfél órája csak ezt játsszuk. Egy kör, nem tudom hány perc. És akkor azt úgy leosztod, akkor úgy ki is jön a matematika. Na, akkor, mivel én nyertem, ezért nem nyertetek 500 liftet. És most már nincs ilyen option. Ezután tervezek még sima játékot? Hát sima játék nem lesz, mert ezután PS5-ön fogunk játszani egy új játékkal, Ratchet & Clank-kel, tehát ez a nézőjáték, ez most csak a racing módra vonatkozott, mert a racing módos sztori az újdonság most, és ezért vannak most Twitch dropok, tehát most csak ez a fan mód volt. Kár, hogy nem jöttem előbb én, megnyomtott a sima papírt, semmi baj, Jani. Ez teljesen jó, az így is. Na nézzük. Na, kettő hely van még, gyertek, egy hely van még. És akkor utána is kezdődik az utolsó halálfutam. Mindjárt küldesz egy klipet? Na, hát gondolom hátra szaltóból, pörögve, forogva kilőttek, és el tudom képzelni. Közben Daddy C, köszi a 12. hónapot, pörög tovább. Na, egy év megvan, GG. Nagyon szépen köszi az egy év töretlen támogatást, nagyon szépen köszi. Gyors kérdés, hogy legyen külön streamer gép, kell hozzá Elgato kártya, vagy lehet nélkül is? Lehet nélkül is, Jesse, de úgy nem olyan lesz a minősége. Úgy minőség romlás előfordulhat. Mert van többféle opció, nézzél utána a neten, NDI, ezt írt be, hogy NDI, és ott az interneten keresztül, hogyha ugyanazon van a streamer géped is, meg a gamer géped is, úgy is át tudod vinni a képet, de az a géped is azt hiszem megeszi jobban, meg a netedet is eszi, meg picit csúszni fog, de ha téged ez nem zavar, akkor úgy is működhet. Nézd rá, olvas utána, és akkor ha neked az is belefér, akkor lehet úgy is használni. Na, 18/20, ez a vége? 19/20, jó? Meg lesz a 20/20? Legyen meg, srácok, egy emberre még várunk, ott van a szerver nevés jelszó a cseten. Let's go. Előzőnél 4 csapat volt? 4 csapat nem lehetett, mert 5 csapat volt, én voltam az 5. Nincs ebbe FPP? Van, csak nyom meg a V betűt. Jó. 20/20, let's go. XCBDNS-en. Hát ő lehet egy random player, mert most véletlenül nem raktam jelszót a szerverre, de nem baj. Let's go. Na, Alma is megkapta a Twitch dropot. Very nice. Na nézzük, utcsó meccs, és akkor mindenki megszerzi a droppocskáját. De nem, hogy nyomottunk egy PS5-ös új játékot, ami a héten jelent meg, azt hiszem. Ratchet and Clank. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen játék lesz. Én még nem játszottam, szerintem egyik verziójával, és ez nekem nagyon újdonság lesz. Most lesz a Returnal, amit végig akarok vinni gyorsan. Van ez a játék, ezt is gyorsan végig akarom vinni, és akkor utána belevágunk a Last of Us 1-2-be. Miről szól? Hát ez nagyon jó kérdések, Krisz. Nem tudom. Én se. A videó meg a trailer alapján olyas, mint a Crash Bandicoot. Tudod, az a rókás játék, hogy ilyen kis sztori játék, ügyességi játék, és ilyen mesés sztori. Szerintem ilyesmi lesz, de nem tudom. Bootcamp lesz streamelve? Nem tudok arra se semmi infót. Szia Blay, saját vélemény. Még mindig azt mondom, hogy kicsit már halott a játék, néha beszoktál lépni a játékba, de már nem tudod komolyan menni és rank meccsbe direkt megölöd a csapattársaidat. Köszi szépen, hogy itt voltál, egyetemista herceg. Küld már el, légy szíves, a PUBG nevedet, aztán megnézzük, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, hogy unalmas a játék. Egy kis boostot nyomunk neked, hát ha tudunk valami kis extra lootot adni, hogy izgalmasabb legyen. Mi a neved, egyetemista herceg? Valahogy elintézzük, hogy izgalmasabb legyen. Vannak ilyen plusz extra boostok, amit streamerek tudnak adni nézőknek. Nem tudom, miért unalmas neked? Nem tudom, én nagyon élvezem a mai napig. Lehet, hogy szerinted halott játék? Szerintem nem, én tökre élvezem. Amúgy nyugirem, szoktad? Hát, a fenébe. Akkor nem kapsz plusz boostot. Az a drop, ugyan, az minden PUBG partnernél, ugye? Mert neked már megvan. Suicide-nél megszerezted őket. Igen, minden PUBG partnernél ugyanazok a droppok vannak. Neked is adott, fogadd el. Ja, amúgy legjobb cucc. Ekkor is plusz aimot, meg plusz damage-et kapott. Ami azt jelenti, hogy egy-két golyóval könnyebben megöli az embereket. Ez ugye lehet látni a statisztikáján azért. Nem véletlen ilyen profi a fiú. Na nézzük. Szia Blay, hogy lehet Twitch dropot megszerezni? Szia Fáraó, felkértél infóparancsot, ha beírod, akkor ott meg tudod nézni, el tudod olvasni a dolgot. Nézzük, utcsó meccs, 20-an vagyunk. Na, let's go. Nem kéred a boostot, kár. Nálad, múltkor már volt egy utolsó dobás, nem? Nem tudom, nem emlékszem, de gyorsan megnézem, várjátok egy picit.
Kérlek szépen. Ó. Várjátok. Mindjárt itt elolvasom. Ú, lehet, hogy valami rémlik. Az a baj, csomószor lemaradok itt a cseten. Jaj, tudom amúgy, igen. Ja, jól jönne a boost, de segítek, megadom a boostot neked, látod? Ez ilyen boost, a Twitch-en kezdődik, aztán a PUBG jökkent oda rátér, tehát így. Ez egy olyan dolog, hogyha nem tudsz normálisan viselkedni, akkor ez az eredménye. Hát valószínűleg a PUBG-ben is, hogyha ezt csinálod, akkor ugyanúgy ki fognak bannolni téged onnan. Hát bízom benne, hogy minél hamarabb kibannolnak téged PUBG-ből, és hogyha ezt csinálod. Hát ha neked valami nem jó, akkor az a ne játsszál, tehát nincs ezzel baj, hogy már nem tetszik a játék neked, de akkor neked játszol vele, kérdezem én. Hát lehet adni a droppokat, mert neked nem kell. Nem lehet rolandát adni, mert ez a Twitch fiókod, ami össze van kötve a PUBG-s fiókottal, arra kapod. Igen, nem nagyon jó, mert ami ki is volt, mert bannolva, de levették róla. Most lehet az misclick volt, vagy nem tudom, vagy mindegy, de majd én most már elintéztem. Mi ez a boost? Az titkos. Na, let's go. Utcsó meccs. Hajrá. Kár, hogy egyből kerekezik és így nem rakja le, mert így az a baj, nem látom, hogy most hol vagyok, vagy mit csinálok. Mondjuk így is végigmehetek a pályán, nekem ez is jó. Ha, az mondjuk laza. Ennyi? Végig akar egy kerekezni az én mapot? Én nem tudom, mi történik, de... Oké. Okay. Lerakhatod az első kerekét. Ajjaj, ez most így izgi. Első helyen csapatjuk. Ki idejére közelem, azt lesatizzuk. Nem akarom a dupla V-t elengedni. Akkor úgy belassulunk, az meg annyira nem jó. Jó ez így, hogy felveszem a többiek elől a lőszert. Ne tudjanak bántani, meg hát ez úgyis nekem is kell majd. Jó, nem nagyon vannak a közelembe. De akkor az elején egy jó rajtot elkapsz, akkor onnantól kezdve majdnem easy peasy a menet. Úgy kár, hogy nem ugyanolyan az irányítás a járműveknek, meg a mocinak, mint a rendes PUBG-ben. Itt vissza vannak fogva. Itt sokkal más a fizikája. Ez a Balú is megszerezte a droppokat. Very nice. Jajaj. Uff, ezt lefejeltük. Itt most lehet, hogy utolérnek majd. Rekon lelőtte Somogyit. Somogyi volt itt mögöttünk. Ajaj. Kezdenek egyre hangosabbak lenni a járművek mögöttem. Uff. Azt kaptam. Azt kaptam. Húha, hátulra azért küldik neki. Na ne! Na ne! Ne szórakozz velem! Most ez komoly ez a játék, hogy a kormánynak a fékje ott beakadt. Nem mondod komolyan. Mi ez a game? Vajak abba akadtunk el, ezért buktuk az első helyet? Na szép vagy játék, mondhatom. Pedig milyen jól látunk, ott, hogy mibe akadtam fel, vagy hogy akadtam fel, azt most ne is kérdezzétek. Hát ez egy szomorú történet. Nem tudom neked, hogy ott, hogy akadtunk fel. Hoppá. Na ne! Hallod, Ekrisen milyen? Nézzétek, Ekris milyen boostot kapott. Az összes Blythe fejes kiosztja. Ekris az tuti csal. Valami dupla boostot kapott szerintem, vagy én nem tudom, de... Nagyon keményen nyomja. Na várj, itt van még egy kemény fiú. Az igen.
Mere 28, 31. Most már soti van nálam. Na gyertek! Ott jönnek még. Ekkor is nem misszel. Még nekem visszatolat, vágod? Még sunyiba visszatolatott. Ne, nem tudtam pont lőni. Amíg nem is lőtt volna itt át ezen. GG. Very nice. Ne, ez egy gyógycsó levezető meccs volt. G a G-hez. Hát ott beakadt a kis autóm, aztán már onnan el is engedtem, hogy a virremenyek penki szépen ott beelőzött, és meg is nyerte a meccset. Very nice. Lionel Fallback a másik, és Dominik a bronzérmes. GG. Utolsó erre fejtél 11-re. Very nice. GG. Hát Ekris mai nap négyszer vagy ötször küldött ki? Jó volt. Jókat lőtt az öreg Ekris. Megnézem, milyen klipet küldött, de több mint valószínű, hogy a világ végére ami tényleg valami random shotot beadhatott neki. Nézzük, ezek micsodák? Battle of the Contrabands will end. Ez mi? Jó, ugye ezek a izék, ezek az eventes cuccok. Hát ezeket annyira nem csináltam meg, hogy őszinte legyek. Ezek itt egy picit kimaradtak nekem. Ilyeneket tudsz szerezni. 6. 22-ig. Ja, és itt végig tudnád szerezni az egész szettet, vagy ez micsoda? Ja, itt is kuponokat tudnál szerezni. Hát mondjuk ez sem annyira extra, de ez is még kimaradt nekem. Mint akarok ezt bezárni. Store. Na, látok, Ekris ami videót küldött. Na, nézzük. Ó, Istenem. Ezt most nem mondod komolyan. Na, az egy jó klip, azt nézzétek meg, amit leküldött YouTube linket. Hát az beadta. Az beadta. Very nice, ez jó volt. Köszönjük a gémeket, jó volt. Na, örülök, hogy tetszett, Jani, örülök, hogy tetszett. Jó. Items, igen, ezeket megvettem. Ez meg itt most pörög, ez a e-sportos sztori, jó, én nem akarok semmit csinálni. Egyen volt, azt elszavaztam. Moksa. Na, de akkor ennyi volt a PUBG rész, most jön a PS5. Na, remélem mindenki megszerezte a dropját. Úgyhogy nincs bent a rakterebe a drop, amit kaptál, mert valószínűleg egy kis idő kell neki, hogy azt feldolgozza a rendszer, meg hogy átkerüljön a PUBG-s fiókodra. Valószínűleg egy kis időt azt neki, az úgy is működni fog. Moksa. PS5-öt bekapcsoljuk. Na, jó volt a gamer, hogy tetszett. Azt másfél órát terveztem, 1 óra 43, mert közben várjál, mert én is. Get rewards by watching Blight, please play PUBG. Igen, ezt csináltam. Június 14-én véget, az hajnal 2-kor ér véget. Össze kell kapcsolni a Twitch fiókat a PUBG fiókkal. Igen. Ha az megvan, úgy kapod meg csak a droppot. De ez ugye itt az info parancsol benne van, hogyha azt elolvastad, akkor azt úgy is tudod, meglátod. Köszi Blight-okatak. Na hát örülök, hogyha tetszett. Hol kell összekapcsolni a Twitch-en? Nem a Twitch-en kell. Ott van egy weboldal, azt kattints rá, olvasd el, és akkor ott látni fogod. De viszont én már nem fogok most PUBG-zni, tehát már ezt nálam nem tudod megszerezni. Tehát olyan helyen kell megszerezned, ami azon a weboldalon fel van sorolva, mint PUBG partnerek. Még egy picit így nagyon a PUBG pörögjön, hogy még úgyis ezt beszámítsa nektek plusz időbe. És akkor én most átváltam a monitort a PS-re. A fülest azt átdugom a streamer gépbe. Kontrollert előveszem. Igen. Igen. Azt hiszem, hogy egy B-slot van itt, mert ez egy picit több USB-slotunk van, mint kellene. Ez hogy lehet? Valami itt... Mit dugtam én, hogy itt nincs üres helyen már? Valamit én ide bedugtam, nincs hely. De mit dugtam? Ja, ezt! Ja, megvan! És nem. Orfusos, hova raktam a stickert ide? Szóval egy USB hosszabbított, hogy közel legyen a füles, igen, így jó lesz. Oké. Okay. Na, ide belépünk, és akkor
Connected. Hangom is van, meg nektek is van hangotok. Jó. System Settler Update is complete. Jó, az is megvan. Jó, akkor átérjük a stream címet, és akkor mutatjuk a játékot. Tehát Ratchet and Clank Rift Apart. Oké, ez törlés. Ratchet and Clank. Első teszt. Első jó, első betekintés. Oké, done. Kicsit halkabbra veszem, hogy engem is halljatok. Jó. Nem mutatom nektek. Köszönjük meg. Hát én köszönjük, hogy jöttél, meg jöttetek. Igen. Elméletileg átállítom, hogy a PS lássátok, és akkor így már jó is lesz minden. Ha